Sziasztok, én Iza 16 vagyok, és ahogy látjátok, eljött a Dragomania Legends-nek a következő része. És ezt a részt már nagyon fel akartam nektek venni, mert képzeljétek el, kikevertem egy olyan sárkányt, vagy kikevertem kettő sárkányt, amire nem is számítottam. Elsőnek a kis armored sárkányt, akit el lehet nevezni. Nagyon kis cuki. Olyan piciben a sárkányokat olyan cukira megcsináltak. És emerald sárkány. Yes. Direkt már képzeljétek el, az emerald sárkánynak a tojása legalább egy nap, mire ki kell. És én már nagyon vártam, és mivel ma ilyen szerencsémre szabad délutánom volt, ezért gondoltam, kb. Most, hát, ja, most van 13 óra, most jöttem haza a suliból nemrég, és erre gondoltam, hogy ki kell a sárkány, akkor keltsük ki vidiben, és kikeltetem nektek vidiben. Új, kis cuki bagyi. Nagyon aranyos egyébként. Na, gyorsan tegyük is placra. Ide Micike mellé tesszük. Na. Jó, nem érdekel az új akció. Minket ez a kis cuki bogyi. Marc! Marc. Olyan kis cuki. Egyébként felnőttként is aranyosan néz ki, egyébként őszintén megmondva. Arra gondoltam, hogy ezt megpróbálhatnánk úgy elnevezni, hogy Brooder. Sikerült! Már bocsánat! De sikerült! Igazából az a baj, hogy... Jó, legyen Brooder a neve! Csak azért, mert arra gondoltam, hogy Broodernek valami... Brooder valami nagyon kafa sárkánynak a neve lesz Brooder, de szerintem a Emerald sárkány az elég menő, meg Brooderhez hasonlít, nem? Ilyen zöld, meg cuki, meg ilyesmi. De tényleg én nagyon vártam, hogy kikevertem, és arra gondoltam, hogy a második csapatba beteszem. Még nem tudom, hogy ki helyett, de valaki helyett beteszem. Lehet, hogy az lesz, hogy ő lesz a védőnk. Már szóval Dani helyett teszem be. Ja, lehet, hogy Dani helyett fogom betenni. Na mindegy, szerintem növesszük föl. Gyűjtöttem Kaingót is. Kicsit előrébb hozom. Egyébként felnőttként is aranyos, vagyis én láttam képen felnőtten, és felnőttként is aranyos. Na várja, növesszük föl. Figyeljetek, ninja főnől. Felnőttként is szépen néz ki szerintem. Jó, most etetjük. Már félre is dobtunk haját. Na Brody, gyere előrébb. Ja, szerintem Brooder tök jól ráillik. Mondjuk nem tudom, hogy itt a Dragomania Legendsben van-e macska sárkány, de szerintem nincs. Jó van, ennyi elég lesz. Stoppoljunk le a 13-as szintnél, mert azért a kajával is kell spórolni. Na, Mici, szerencsés vagy, Brooderrel együtt vagytok. Ja. Gyűjtök egy kis pénzecskét. De olyan jó, hogy meg le... Ó, szintet léptünk! És tudunk lifting sárkányozni, yeah! Vagyis fény sárkányozni. Ami jó. Ami jó, az jó. Az jó, 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 jó. Napocka, napocka! Bocsánat, csak én most nagyon vidám vagyok. Jó. Ezeket a sárkányokat ki tudjuk keverni, ezek jó. Nem néznek ki rosszul. Én ezt a
Eperról sárkányt, ezt a Emperó sárkányt ki szeretném keverni, mert nekem nagyon tetszik. Ja. Azon kívül ez a bronz, meg a Starboot. A Starboot-tal már egyszer... Ja, ez a... Tudom mi ez a Starboot, ez a csillag... Csillaghomok, vagy valami ilyesmi a neve. Ez... Nekem nem tetszik. Na mindegy. De viszont rengeteg új sárkányunk lesz a elkövetkezendő napokban. Ami jó. A napocska, vagyis a fénysárkány, mert ez fény, csak én napockának mondom, mert napocska a jele. Szóval a napocska sárkány az egy millába kerül. Kereken egy millába. Hát, igen. És a terepe az mennyibe kerül? Fél millába. Ez igen érdekes. Hát még mindig olcsóbb, mint a legendári. Fél millió. Hát szerintem először a helyére, a Haribásra gyűjtünk, mert most az a baj, hogy nagyon a pénzemet nem akarom költekezni, most gyűjtöm a pénzemet, mert most talán az előző videóban is mondtam, hogy mostanában sokat szoktam költekezni. Mostanában inkább gyűjtöm. Tudjak venni Emeraldnak kaingót. Meg egyébként is gyűjtenem kell. Ezért van mostanában, hogy nagyon lassan haladok, mert a 12 órás kaingót szoktam betenni. Jó, várjatok, közben ezt elindítom. Ja, próbálok, képzeljétek el, próbálok keverni egy sárkány, mégpedig ezt itt, ezt a lunár sárkány, mert ez tök jól néz ki. De is szerintem. De képzeljétek el, most vettem észre, hogy ugyanolyan elemei vannak, mint Aaronnak. Vagy ezt nem vettem föl videóra, hogy Aaront elneveztem? Képzeljétek, a áramsárkánynak Aaron lett a neve. De én úgy emlékszem, hogy felvettem. Na mindegy. Vagy csak random döntött. Nem mindegy, Aaron. És egyébként ugyanolyan elemei vannak, mint Aaronnak. De először ki kell kevernünk egy olyan sárkányt, ami nekem nincs meg. Szóval nekünk kell a vas. A vas. Sárkány, aki hol van, metal, megvan, és a mágic sárkány kell, aki mágic, nem, nagyon sok sárkányom van, vagy nem lehet mágic sárkányot keverni így egyből, és ebből egyből. Mert egy sárkányt láttam, hogy nem, vízzel nem lehet összekeverni. Hol van a mágic sárkányunk? Most nem találom. Jaj, Istenem. Szóljátok alá. Megvan. Na. Így. Mégpedig megmutatom nektek, hogy mit akarok kikeverni. Ugye ezt a sárkányt szeretném kikeverni. 7 nap van rá, vagyis már csak 6. És jelenleg, tudjátok melyik sárkány kell nekem? Hol van? Az itt van valahol a elején. Hol van? Várj, azt a metálnál láttam. Armored. Hol van? Itt van. Kell nekünk ez a sword sárkány. Ja. Hát ja, de meg lett a armored sárkány, yeah. Örülök neki. Fejlesztenünk akkor Broodynak. Fejlesztünk valamit. Tűz. Hát igazából minden még eléggé olcsócska. Talán a legdrágább az a villám.
A mérgét fejlesztjük, 3, most felgyorsítom. Az a baj, hogy ki akarom próbálni terepem. Szóval most keresünk könnyű ellenfelet, mondjuk ezeket. És akkor első legyen Broody. Akkor megmutatom, hogy állítanám össze a csapatot. Első lenne Broody, aztán jönne Hunor, és végül vagy Hunorius, vagy Delta, vagy Dani, vagy Hirob. Szóval szerintetek a négy közül, a négy S közül melyik legyen? Delta, Rius, Hirob, vagy Dani? Dani azért lenne jó, mert neki is földeleme van, úgy mint Broodernak, és így ők dupla védelmet tudnának csinálni. Ami viszont jó. Meg ugye metál ereje is van. De viszont... Deltát meg már régóta... Hunoriust meg Deltát már régóta be akarom tenni. Szóval lehet, hogy majd csinálunk egy harmadik csapatot is. Csak ahhoz kéne valami jó vízelemű sárkány. Ja. Szóval ez így igen nehéz kérdés. Figyeljetek, mivel úgyis babapiskótákkal fogunk harcolni, ezért most beteszem Rius. Aztán így nyomunk egy csatát. De egyébként a Emerald sárkány ugyanúgy néz ki, mint a jégsárkány, csak zöld és más a elemei. Várjatok egy pillanatot. Na szóval, közben sajnos a vidi közben Boldi megjött, de ez nem akadályoz meg minket semmiben. Ha majd Brooder is 17-es szintű lesz, mert most Hunor, meg Rius, meg Hunorius, most ugye 17-esek, szóval ha a Brooder is 17-es lesz, akkor össze tudjuk állítani a csapatot, meg addigra a Broodernek a képességeit felfejlesztem, szerintem. Szóval ezt szeretném tőletek kérdezni, hogy szerintetek hogy állítson be a csapatot? Szóval, hogy szeretnék ilyen tippeket kapni tőletek, hogy szerintétek hogy állítsam össze a csapatot, hogy ugye Broodert fel fogom majd 17-esre fejleszteni, szóval a csapatban Broodernek mindenképp benne kell lennie. De szerintetek hogy legyen a csapat? Mindenképp szerintem úgy kéne csinálnunk, hogy Brooder, Hunor, és Hunorom, szóval Brooderen, meg Hunoron kívül szerintétek kit fejlesztünk? Mert akár Porsét is berakhatom, mert neki széleleme van, és ez jól jön. Néha. Ja, közben, miközben visszatölt a játék, szóval mondom, hogy szerint Porsét is visszarakhatom a csapatba, és akkor neki széleleme is van, földeleme is. Vagy nem tudom. Egyébként amit a múltkori... Nem a múltkori részben. Amit a új csapatos részben mondtam, hogy kikevernék ilyen-olyan sárkányt, tehát abból még semmi nem sikerült. Csak Brooder. Ja. Ja, szóval ezt szeretném tőletek kérdezni, hogy szerintetek hogy állítsam össze a csapatot? Szóval Brooder, Hunor és ki legyen? Dani, Delta, Porsche, Rius vagy Hirob? Nem tudom, hogy még ki tegyek be. Igazából szerintem tök mindegy, így folyamatosan lehetne váltani, nem? Na mindegy, én el is köszönök tőletek, mert ennek a videónak vége. Szóval én a Armored sárkánynak lehet nevet adni, és én Iza 16 voltam, ő Brooder volt, találkozunk a legközelebbi részben is. Sziasztok!